a csatorna támogatója a G2A, azaz a G2A. A leírásban található linkre kattintva olcsóbban vehetsz játékokat, elektronikai termékeket vagy akár gamer cuccokat. Szóval kattint a linkre és nézz körül! Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, és ez pedig a Barnfinders 9. része. Nagyon régen nem volt ilyen rész, remélem azért be fog ugrani minden, hogy mit hogyan kell ebben a játékban csinálni. Egyébként a legutolsó részben egy filmstúdióba látogattam el, amíg emlékeztek, egy elhagyott filmstúdióba, amiben ilyen horror díszletek voltak. Na, viszont még mielőtt belekezdenénk, szeretnélek megkérni, hogy iratkozz fel a csatornámra, ha ezt még nem tetted volna meg, mert neked ez semmibe nem kerül, és bármikor leiratkozhatsz, hogyha meggondolnád magad, de azért remélem nem fogad. Na, most viszont vannak itt ilyen különböző cuccok, úgyhogy ezeket kéne bepakolni majd oda a boltba, de akkor nem így csináljuk, hanem ide jövünk, és akkor így. Oda rámennek azok, jó. Oda azok. Oda egy gitár került igazából. Ja, meg ez a hatalmas nagy bárd. Meg ja, meg ez a kard, igen. Ide ugye semmi nem kerülhet, és ide még ezek fölkerülhetnek. Ha-ha-ha. Itt van Nyuszi a House Flipperből, meg egyébként a Fazmofóbiában is szerepelnek ezek a tárgyak. Érdekes. Na, most azt nem értem, hogy például az asztalt, ezt miért nem tudom kiállítani? Tehát ezt most nem értem. Érdekes, így pedig lehet. Mi a fene? Na jó, van, viszont van itt még egy asztal, még egy talicska is, egy ilyen számszerű. Hát jó, na akkor ezeket szépen egyesével kiállítom, ha már másképp nem engedi a program. Jó, akkor igazából ez ennyi. Na, de van itt még gumi is. Ezeket sem tudom most kiállítani sajnos. Rengeteg cuccot szedtem egyébként a filmstúdióban, amit látjátok, úgyhogy ezeket mind el kéne adni, mielőtt a következő küldibe belekezdünk. Na jó van, akkor csináljuk azt, gyerekek, hogy nem tudom, itt ezt meg kell javítani, például ezt is meg kell javítani. Ezeket meg kéne próbálni összeszerelni. Na akkor csináljuk azt, most nem akarok ezzel időt húzni, hogy én kinyitom a boltot, eladok minden tárgyat, még azokat is, amik ott maradtak a storage-ban, és azután fogom majd csak megnézni azt az e-mailt, és közben meg is javítok majd mindent, meg megpróbálok összeszerelni mindent. Na jól van, akkor ezt kinyitom, akkor lehet jönni a vevőknek, és akkor amint itt végeztem mindennel, akkor visszatérünk ide a számítógéphez. Na, gyerekek, mindent eladtam, és úgy tűnik, hogy már csak ez a macska van, amit egyébként ott kint vettem, ott eladta nekem egy csajszé, Sunnycat a neve, és 45 dollárt ér, szóval igazából most már csak érte jöttek, és alkudozás. Áj! Nem tudtam többet kicsikarni tőle, de még van egy esélyem. Ó, hát ez így egyszerű. És akkor eladás 61 dollárért, ami amúgy 45 lett volna. Úgyhogy... és kész, gyerekek, minden cuccom elfogyott. Szóval az a helyzet, hogy elkezdtem itt összepakolni a különböző cuccokat. Elkezdtem összerakni ezt. Ez még kell ilyen, hát maga az objektív tulajdonképpen. Ezt el se kezdtem. Ezt elkezdtem, ez valami lángszóró lesz, vagy én nem tudom micsoda. És ott van egy tartály. Na, azt rátettem. A motor még mindig félkész. Egyébként érdekes, a motornak az alkatrészei. Azok hol vannak? Na mindegy, szóval ezeket raktam össze. Ja, meg még ez. Még ez is hátra van. Ez is összeraktam, de szerintem még ez sincs teljesen kész. De igen! Na végre! Végre egy cucc, amit összeraktam. Nagy nehezen, sok-sok rész alatt. Na most ezt hova lehet kiállítani? Ide? Ja. Na jó, akkor ezt még adjuk el. Erre kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog elkelni, mert egyébként 500 dollár az ára. Ennek a régi retro videójátéknak? Úgy, gyerekek. Igen, nekem is volt egyébként. Volt rajta, vagy 500 játék. Ja, 500 játék, 500 dollár, egy játék, egy dollár. Ez az. Egy pont egy földön kívülinek kell? 550-et ad kapásból. What? Ajj! Plusz még 50, nem baj, gyerekek, ez már így is több. 600 dollár. Ez az, na, így kell ezt csinálni. Hát, gyerekek. 500 helyett 650 dollár. És van 13669 dolcsim! Oh yeah! Na igen, csak ugye ezek még mindig hátra vannak, amit a többi. De hogy ehhez mi kell még? Na mindegy, majd ki fog derülni. Lássuk, mi a következő feladat, meg a következő e-mail. Na nézzük, e-mail. Collex Hun képregény.
A jutalomom $450 lesz, ezt kell majd megkeresem ezt a képregényt, szóval ez a pajta a Miller család tulajdonában volt. Egy régi bánya egy darabját a sajátjukként csatolták a földjükhöz, de az összes amerikai szerencséjére nem találtak semmit. De az öreg részeg Boris Millernek értékes képregényei voltak. Eladod nekem, ha megtalálod? Ó, majd elfelejtettem, lesz egy különleges háborús rendezvény ott, a Bitwars, úgyhogy siess. Jó, hát akkor gyerekek, fogadjuk ezt el, irány a Barn Hub, és akkor most nekünk ide kell menni. River Rock Barn. A River Rock Barn Luke Vanya, Jézusom, szóval Luke Vanya egyik legrégebbi épülete, eredetileg kastély volt. Ez egy olyan hely, ahol a helyiek még mindig aranyat kerestek, és félnek a háború borzalmaitól. És akkor ott van a cím, és akkor utazás $400-ba kerül. Ja, vettem hozzá izét, benzint, és akkor irány oda. Ó, és itt vagyunk. Na, itt van a tanya. Hát ez igazából tényleg tanya, szóval pajta, és az tényleg pajtának néz ki. Visszatértünk a gyökerekhez. Rock Pajta folyó, Mikó különleges rendezvény. És, ó, gyerekek, milyen szép napsütés, megy le a nap. Na és innen valami zene is szól egyébként. Ó, szevasz, Billy bácsi. Na, mit mondasz nekem? Azt hallottam, hogy egy bánya van a közelben. Ó, ilyen nem mondod. Jó, hát ő csak ugyanazt mondja. Na! Hello! Mi hiszem, gyúk magasra teszi a lécet, $5000 ér. Na és te mit mondasz? Hello, Barfinders, készen álltok egy kis akcióra? Ez aukció lenne, barátom. Jó, igen, köszönjük szépen. Na, szóval, csak a for sale. Na nézzük, aukció. 3, 2, 1 és kezdődik. Na, jelenlegi ajánlat 3250. Hát gyerekek, én kapásból fölteszem a maximumot, amit csak lehet. 3750. Még nem mondod. Na jó, még 500-el emeljük meg. Nem mondod. Jó, és még 500. Így gyerekek. Többet nem menjen már föl, és az enyém lett. Köszönöm szépen. Mindig az enyém egyébként, csak hát kérdés, hogy mennyiért. Na szóval, $6250-ért most már enyém ez a pajta. Eltakarodott innen a jó nép, végre valahára csend van. És egyébként, gyerekek, most nem azért, de szerintem baromi jó. Szerintem baromi szép a grafikája. Ennek a játéknak ahhoz képest, hogy semmi se képes. Na mindegy, szóval nagyon szép a grafikája. Na, hát akkor gyerekek, ott van a hátra maradt cikkek. Kíváncsi leszek, hogy ez olyan hány darab cikket fog takarni. Na, először is... jó, ezeket szét kell verni, ugye? Mert ebből kell nekem a vas. Azért tudjak majd javítgatni különböző tárgyakat. Ó, na, őt el tudom szállítani, és akkor már is egy cikkkel kevesen. Most kíváncsi leszek, hogy a csík... alig ment lejjebb, magyarán szólva, itt rengeteg cucc lesz. Van itt valami... ez valami karámféleség. Jó, hát ebből nyertem egy kis fát. Igen. Na, ehhez meg már az ásó kell. Ó, micsoda rakéta porszívó! Gyerekek, ez barom jó. Na, hát akkor vigyék el. Micsoda. Itt egy földön kívüli fej áthúzva. You'll never find my secret bunker. Te sose fogod megtalálni az én titkos bunkeremet? mi ez a poén, gyerekek? De azért ahhoz képest ide van írva minden. Tehát ennél egyértelmű szerintem nem lehet semmi. Na jó van. És akkor erre menjek tovább. Lesz egy titkos bunker? Vagy valami? Meg mi ez a nagy szikla? What? Ebben nem volt semmi? Ezeket szét tudom törni a sziklákat? Mi a fene? Aha! Aha! Oké, szóval itt van bent. Na most! Ennyi? Wow! Na mit ír? Azt mondja, they're watching me. Ők figyelnek minket. Jaj, várjál! Na szóval értem. Szóval akkor ez... a földön kívüliek elől bújt el ide, és ő azt mondja, hogy figyelnek minket a földön kívüliek. Rendben van, ezt elszállítjuk. Na, szóval egyébként az emberünk tudhat valamit. Képbe van a csávó. Na várjál, itt most már kell a lámpa. Melyik a lámpám? Mi a lámpám? Ez a lámpám. Jó, igen. Használható objektum, micsoda? Ha! Try to find key cards, you stupid aliens. Szóval, hogy keresd meg a belépő kártyát, te hülye idegen.
Oké, akkor ide semmiképpen nem fog bejutni. Próbáljuk azért meg. Hát igen, ide mindenképpen kell egy kártya. Az pedig akkor valahol ide lesz eldugva, csak kérdés, hogy hova. És ez? Aha, ugyanaz. Ott kábelek. Ó, gyerekek, hát... Mi ez az áramos izé, generátor? Danger, high voltage. Oké, akkor ezt kihagyjuk, ezt a részét. De ez valahogy nekem... Ha most ezt hozzányúlok... Mi? Ajaj. Hát, hogy óvatosan kéne, gyerekek, mert... Aha, nem mondod. Ez egy poszter. Jó, hirtelen azt hittem, hogy a képregény, de nem. És akkor ez itt ennyi. Keressük meg azt a kártyát. Vajon hol lehet ez a kártya? És jó, hogyha... Hát végül is... Ó, tudtam! De legalább innen kezdek. Na jó van, akkor ez itt nem nyert. Szerintem az a kártya, az nem is itt lesz, sőt elég valószínű, hogy nem itt lesz. Ez majd benne lesz a pajtába. Na, szóval... Ezt még széttöröm, és akkor menjünk vissza a pajtához. Na, gyerekek, mondom, vissza a kezdetekhez. Ó, oh, what? Micsoda zenét kaptam? Hát egy kalap. Oké, azokat eltesszük. Osz ezzel a csontvázzal, nem lehet csinálni valamit? Semmit? Egyébként ez a pajta, gyerekek, azért ez 6000 dollár. Sőt, több mint 6000 dollár. Hát azért nem tudom. Eddig nem volt olyan túlságosan megérős a dolog. Aztán kérdés persze, hogy fogok-e találni még azért valami értékes dolgot. Mint például ez a széket. Ó! Ó, egy értékes betonkeverő. Nagyon jó. És itt van valami? Ezt széttöröm. Hát van egy ilyen vödör, abból a fém az jó. LOL! Ez nem egy izé volt? Ilyen szappan. Tudjátok, a House Flipperből az a kis négyszögletű kézmosó szappan. UFO Presence. Eladtuk. Nem mondod, ezt el tudom szállítani a traktort? Gyerekek! Oké, ez ugye majd akkor fog elkerülni innen, amikor megyek haza. Oda lesz kötve a kocsim után, és akkor el fogom tudni majd vinni. És ezt el fogom tudni adni, gyerekek, ez legalább egy 2000 dollár fog érni szerintem. Azért a traktor az mégiscsak marha drága dolog. Fox is on the watch. Á, gyerekek! What? Mi a fene? Ez egy UFO? Hova megy? Ez most lesz huant? What? Na jó, Róka! Ez nagyon cuki vagy. Hoppá! Jaj, nem ezt akartam. Jó, szegény fölborult. Őt elszállítatjuk. Mi van? Ugyanaz van kiírva. És akkor itt ennyi. Na jól van, de hol van az a kulcskártya? Akkor is, ha visszamegyek gyerekek a bunkerre, mert nem vágom, hogy hol van a izé. A kulcskártya. Úgyhogy a bunker kinyit, és akkor megint csak nézzünk körül itt. Várjunk! Itt lehet lekapcsolni az áramot. Persze! És akkor már is el tudok ideig jönni. Várjunk! Nem mondod? Ott a kártya. Akkor csak itt volt. Mi? 9. nap. Őrültnek neveztek. Ezért vagyok itt több mint egy hete. Már csak én és Róka úr maradtunk. Oh my god, egy utolsó üzenet. És akkor ez egy csajszi? Jó, hát ezt jó tudni. Na nézzük! Mi? Na várjál, akkor próbáljuk meg ennél. Ja, hogy így. Na nézzük csak. Újabb cuccok. Á! Van egy gyűjthető emelet fejlesztése, jó. Ó, na ez valami cucc, mi ez? Hellstorm, hátizsák. Jó, hát akkor vigyétek el. Ott is van egy gyűjthető tárgy, és akkor igazam volt. Csak itt vannak azok a cuccok, amik még majd hátra lesznek. Ó, ez mi? Bobek objektív. Na ez kell a kamerához, gyerekek! Oké, akkor a kamerán is túl fogok tudni majd adni, ezt szét tudom törni. Ez úgy szintén... micsoda körfűrész! Nikita Cutter! Jó, szállítsátok el. Ó, egy palack. Be tudom amit törni? Ezt nem tudom betörni. Ott van a kártya!
Ah, zsír. Na akkor ő kell. Azt mondja, 23. nap. Én és Róka úrra egy kulcskártyarendszert fejlesztünk ki, hogy meg tudjuk védeni az életünket, a sörünket és a képregényeinket. Micsoda, fontos dolgok, jó, mondjuk a sör azért lesz, na, szóval értitek? Akkor ez a kulcskártya, ez lehet, hogy ide fog kelleni? Aha! Jej! Na, egy újabb raktárhelyiség. Itt van egy ilyen, az ítélet napja. Ezt meg kell majd javítani, mert amit látjátok, hibás, tehát, hogy nem teljesen egészséges. Na, na várjunk, itt kell lennie egy kulcskártyának, a 100%, mert ugye a többi ajtóhoz még nem tudok bejutni. Várjunk, de akkor hol lehet a kulcskártya, ami oda kell? A gyerekek, valamit nem vettem volna észre, vagy mi a fene? Esetleg itt fel tudok jönni, vagy nem? Várjál, ott van valami! Na jó. Kösz! Ebbe van valami, gyerekek, de oda föl kéne nekem jutni valahogy. Nem már, de valahogy csak fele tudom ezt, gyerekek. Ez az! Ó, oh, yeah! Megvan, ahol a doboz? Mi ez a fehér? Jaj, nem mondod! Na várjál! Bizonyíték van rá, hogy a bolygónkat a Földön kívüliek már meglátogatták, és továbbra is felkeresik, de amíg nem tudjuk ezt, nem tudjuk elfogni és tanulmányozni őket, a kérdések kérdések maradnak. Az idegenek tényleg léteznek? Miért kell nekik ennyi holdfény? Oké. Okay. Jó, akkor csak megvan az a rohadt kártya. Ó, gyerekek, hát azt hittem már sose lesz meg. Na végre! Ó! Oh. És végre bejutottam. Így, gyerekek. Na, ide majd egy zöld kártya kell, hogy kinyissuk ezt az ajtót. Jó, válts képet kérlek. Egy földön kívüli nézi az atomrobbanást. Itt ilyen régi telefonközpontot láthatunk. De ott is ott van egy idegen, nézzétek meg! Áj, de para! Mintha azt akarná jelképezni, hogy mindenhol ott vannak. Itt pedig a holdra szállásnál. Ahogy tök jó meg vannak csinálva. És itt hol van? Ott a háttérben, vagy nem? Vagy hol? Na mindegy, is előről kezdődik. Íí, ez nagyon para. Na nézzük! Ezt az asztalt ezt el tudom vitetni. Ezeket csak szét tudom törni. Ott egy másik kártya, egy sárga. Á, zsír. És ez mi? Szóval ez a bunker a családi bányához vezet. A nagyi mindig azt mondta a papának, hogy az összes széndioxid megolvasztja az agyunkat, mint a puding. Ha ennek a háborúnak vége lesz, Róka úr és én újra megnyitjuk a bányát. Amúgy hülye vagyok, mert ott van fönn a izé, az űrhajó, az UFO. Na de várjunk, de mi van írva? I saw green fireball on the sky. Szóval láttam egy zöld tűzgolyót az égen. Alien, go home! Idegen, menj haza! Ó! Oh! Automata! Na ezt el tudom vinni, és ezt majd meg kell javítani. Egy értékes korsó, szamuráj teknős, ez a neve, érdekes. Érdekes elnevezés. Szóval van egy sárga kártyám. És ez a sárga kártya, oda zöld kell. Ide be tudok jönni amúgy is, meg ezt el tudom adni. Á, ez itt a lakrész. Úgymond, a háló. Írógép. Overwood emlékek. Méghozzá egy Mikko írógép. Hát minden Mikko egyébként, ezt megszokhattuk, jó? Ó! Ó, egy gitár! Na, szállítassuk el, de gyorsan. Tényleg, hogyha itt leesek, vagy ki tudnék mászni? Próbáljuk ki. Ó, bőven. Na, oké, ez megvolt. Ide kell a sárga kártya. Ez az. Óha! Na gyerekek, itt aztán van minden. Jó, várjunk, először nézzünk körül. Mik vannak ezeken a fotókon egyébként? Aha, be van karikázva, az ott egy idegen lény, nézzétek. Ott is egy idegen lény. Itt is idegenek. Á, gyerekek, ez marha jó. És még itt is vannak, nézzétek. Ó, persze, ez az a karám, ahol volt a traktor, tudjátok, a traktor melletti karám. És 1973. október 13-án készült. És Mikó papírra lett kinyomtatva, vagy hát előhívva a kép, és viszik el a malacokat onnan a karámból. Mhm.
Ez de para ez a kép, ez nekem nagyon tetszik, nézzétek, ez egy baromi jó kép. Kukucskál ki az idegen. Ez már 83-ba készült, ez meg 70-ben. Nagyon-nagyon jók ezek a képek. Nagyon tetszik, ott is kukucskál az idegen. Ezek nagyon jó képek. Na jó van, adjuk el őket. Ezek már valószínűleg ugyanazok a képek lesznek. De tele mindenhol ilyen fotókkal, hihetetlen. Ezt megint csak szét tudom törni, és ott egy zöld kártya. Ez az. Tegnap Róka úrral kapcsolatba lépett egy titkos űrflotta szervezet. Meg tudnának minket menteni. Róka úr szeret azzal szórakozni, hogy eldugja a kulcskártyákat. Egyéniség. Jó, hát ez egy érdekes dolog volt, a Róka úr az elég... Róka úr, ez csak egy kitömött bábú. Tehát, na mindegy, szóval. Ja. Ide meg mi van írva? El tudom ezt így olvasni. You found it, but you'll never knows it for kitchen room, ha? Azt mondja, no doubt spaghetti monster. Spaghetti szörny. I want to believe, jaj, hát igen. Oké, hát gyerekek, itt aztán... Ide mi van írva? I see them in my dreams. Ez az egész hely annyira megadja azt a feelinget, hogy valaki tényleg tud valamit, és tudja, hogy nincs biztonságban, ezért elmenekül ide, és így gyűjti a bizonyítékokat. Szerintem ezt marha jól megcsinálták. Itt megint csak fotók, ott egy piros kártya, nagyon jó. 256. nap. Az űrflotta nem jött el. Hajlandó vagyok kimenni, mesztelenül, de nem félek. Talán még egyszer láthatom a napot. Érdekes. Itt pedig ők el akarják lopni a képregényem. What? Tényleg, és például a képregényt meg se találtuk egyébként. Ugye elvileg ez lenne a cél. Na itt van a térkép, ahol én jelenleg is ugye vagyok. They mostly come at night, mostly. Jó, össze vannak kötve. Na most, itt látták az UFO-kat? Nagyon komoly egyébként. Oké, na menjünk ki. Szóval van egy piros kártyám, meg egy zöld kártyám. Oda lila kell, az nekem nem jó. Ez egy WC? Aha, ez egy WC. Egy poszter? Oh yeah, király. Itt úgy tűnik, hogy mindent megnéztem. Ide kellett a piros kártya. Oké, na és akkor itt mi lesz? A nagy kapu mögött. Húha. Ez a bánya lesz. A bánya. Gyerekek, van itt minden. Bunker, bánya, pajta. Ó, ez mi? Kozmo hátizsák. Jó, akkor szállítassuk el. Gyerekek, ez marha jó. Az elhagyott bánya, ez baromi jó. Ó, ott egy kulcs. Itt pedig ki tudnék menni? Ide kéne a kulcs, igaz? Na de várjunk, még mielőtt bármit is csinálnék. Itt van még valami, ja, ez csak a fadarab. Szóval erre el tudok jönni. És ezt át tudom törni? Ó, nem mondod. Az arany, budi, papír, gyerekek! Na, ezt most föl kell vegyem. Vajá, azt nem hagyjuk ott. És ha leesek, akkor mi van? Ez az! És megvan! Oh yeah! Arany WC papír megtalálva. És mi van, hogy tényleg leesek? Igen, ez az! Na szóval... Igen, ide kellett a kulcs. És kijutottam. Csak kérdés, hogy itt van-e bármi? Aha, ezt tudom ásni. Ó, egy béka. Jó. Hát szállítassuk el. És hátra maradt cikkekből még mindig van egy kevés. Ez olyan három darab lehet körülbelül. Hát talán négy. Na jó, hát akkor ide visszajutottam, szóval akkor menjünk vissza. Mert hogy van nekem még egy zöld kártyám, ami ide jó. Aha. Itt van egy gyűjthető valami. Falfejlesztés, jó. Ez egy értékes kerinyérpirító, break stílus. Ez egy kés, 9 új a neve. Jó, és még mindig van. Akkor várjál, van még ez.
Ja, és várjál, a konyháról írt, ugye, a konyha valami van a konyhában. Az óra egyébként éjfél múlt 5 perccel, inkább 6 perccelnél állt meg. Á, egy másik kártya! Köszönöm! Azt mondja, 244. nap. Maróka úr nagyon beteg volt. Hasmenéses tünetek, kiszáradás és bélsárhányás. Alvás közben megmérgezték az ételünket a neurokognitív neurális fegyvereikkel. De nekünk nincs szükségünk ételre. A gényeink erősek, ahogy apa szokta mondani. Hú, ez elég pará hangzik. Na jó van, szeretsz egy másik kártyát, hát akkor meg kell nézni. Ez a kártya ugye odavaló a rózsaszínre. Vagy rózsaszínbe. Na nézzük, mi van itt? Ez megint csak egy fürdőszoba-szerűség. Bár nem, ez inkább csak simán WC. Ó, oh, what? Ez mi? Na várjunk, ott van, amiért jöttem ténylegesen. Ugye ez kellett, tehát ezért jöttem ide. Ez a képregény kell nekem. Ja, akkor csak azért volt ott az a izém. My procedures. Minden tárgy összegyűjtve, gyerekek! Nem is volt olyan nehéz. Sokáig tartott, de nem volt túlságosan nehéz. Ott még van valami jó. Na jó van, az áramot visszakapcsolom. Hadd menjen. És akkor szépen kimegyünk innen. És igazából tényleg minden megszerezem. Ez nagyon király. Na. Gyerekek, sokkal hamarabb megszereztem a maradék tárgyat. Én azt hittem, hogy nagyon kell majd keresgetni, és nem kellett keresgetni. Úgyhogy igencsak jó munkát végeztem, és minden értékes szemét össze lett gyűjtve, és van most jelenleg 7455 dollárom, de hát még ugye nem adtam el azokat, amiket itt találtam, meg nem javítottam meg, és a többi, úgyhogy ebből sokkal több, mint 10k még lesz majd. A következő küldetése szerintem kell is. Na, mit mondasz? Ja, jó van már. Na, menjünk haza. Go! És teszik föl a traktort, amit ugye találtam. Remélem, hogy ez a traktor, ez baromi értékes lesz. Na, szóval cikkek 25x25, 1x1, 1x1, 4x4, 1x1. Gyerekek, minden megvan. Go home! Alvás. A szokásos álom. Alszak a malacon, ugyebár. Majd fölkelek. Reggel 7-kor, kedden. És az új e-mail megérkezett. Na de ezt az e-mailt már csak a következő részben fogom elolvasni. Most nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, kommentbe véleményeket várok, illetve hogyha feliratkoztok a csatornámra, azt külön köszönöm. Sziasztok!